tizedik évad tizedik epizódjában Homer és Ned bulizni mennek Las Vegasba, amely olyan jól sikerül, hogy totál részegen mindketten feleségül vesznek egy-egy helyi pincérnőt. Hogy szabaduljanak a nem kívánt házasságból, a páros futásnak ered. Menekülés közben berángatnak két takarítót az egyik raktárhelyiségbe, azt tervezve, hogy leütik őket és elveszik a ruháikat, remélve, hogy így könnyebben lerázhatják az üldözőiket. A terv azonban fordítva sül el, és a takarítók verik össze a támadóikat. Az egyiknek, a kopasznak úgy látszik nem tetszett a Las Vegas-i környezet, ugyanis bő egy évaddal később a Springfield-i mozi padlóját próbálja tisztára sikálni. Igaz, a hátul megmaradt világos haja ekkor azonban már megőszült. További érdekesség, hogy újra találkozik Homerral, ez a találkozás azonban jóval békésebb, mint a korábbi. Ebben nyilván az is közrejátszott, hogy háttalál, így egyikőjük sem ismerte fel a másikat.